A mai napon talán az időjárás is kifejezi azt a témát, illetve annak a témának a szomorúságát, ami miatt itt állunk a belügyminisztérium előtt. Ez pedig nem más, mint a herbál, a biokú elleni küzdelemnek a fontossága. 2023. szeptember 9-én a 2RK, a másik reformkor a zászlóbontó rendezvényén 9 ügyet nevezett meg, amelyben a társadalom elé kíván állni, amelyekre megpróbálja felhívni a figyelmet, és ezen témák közül, ezen ügyek közül az egyik pontosan a herbál elleni küzdelem. Az első kérdés az lehet, hogy miért is gondoltuk ezt az ügyet, ezt a témát ennyire fontosnak, és ezzel kapcsolatban nekem 7 okom is van, hogy megindokoljam, hogy miért tartottuk ennyire lényegesnek, ennyire fontosnak, hogy a általunk 9 legfontosabbnak tartott ügy közé válasszuk a herbál elleni küzdelmet. Az első, nagyon sok vidéki polgármesterrel, házi orvossal, intézményvezetővel beszéltünk, és mindenkinek azt tanácsoljuk, aki kételkedik a probléma súlyosságában, hogy tegye ugyanezt. Bárhol jártunk, bárhol járunk az országban, szinte egybehangzó vélemény az, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, és ez a nagyon súlyos probléma nagyon minimális figyelmet kap. A másik ok, hogy nem csak intézményvezetőkkel, háziorvosokkal, polgármesterekkel beszéltünk, hanem családokkal, szülőkkel, érintettekkel, szerhasználókkal is, és láttuk azt, hogy hogyan tarolt el a vidéket ez a szer, hogyan vál egyre több család és egyre több személy ennek a szernek, ennek az anyagnak az áldozatává. Az herbálnak, a biofűnek a hatása, hosszú távú hatása igazából ismeretlen, és a harmadik ok az pontosan ezzel kapcsolatos, hogy az egész szerrel, az egész anyaggal kapcsolatban nagyon sok kérdés fölmerül. Azt sem tudjuk, hogy pontosan honnan érkezik Magyarországra. Nagy valószínűség szerint Kínából vagy a távol-keletről, de nem tudjuk biztosan. És azt sem tudjuk, hogy milyen anyag kerül aztán a szerhasználó szervezetébe. És ez a többi droggal, a többi tudatmódosító szerrel ellentétben egy súlyos és nagyon fontos különbség, ugyanis ott legalább minden súlyos hatás ellenére tudjuk, hogy mi az, ami bekerül a szervezetbe, itt viszont nem tudjuk pontosan. A negyedik ok egy statisztika. Egyes statisztikák szerint a 16 éves magyar fiataloknak a 4,9%-a szerhasználó. Tehát minden 20. Ez egy olyan szám, ami folyamatosan nő, és azt gondolom, hogy kiózanítóan brutális szám. A marihuána és az extázi után a legnépszerűbb droggá vált a biofű, a herbál. Ezek a szintetikus kanabinoidok. Úgyhogy ez a szám is azt hiszem felhívja a figyelmet arra, és különösen a fiatal korosztály érintettsége miatt, hogy azonnali lépésekre van szükség. Az ötödik ok, hogy ez a legolcsóbb, a legkönnyebben hozzáférhető drog. Vannak olyan információk, mely szerint akár már 200 forintért is hozzá lehet jutni egy ilyen biofüves cigihez, ahol ugye a bio kifejezés eléggé félrevezető, hiszen szintetikus drogokról van szó. És egy ilyen cigi akár 3,5-4 órára is kiütheti a szer használóját. A hatodik ok az a kriminalizáció. Nagyon sok olyan vidéki bűncselekmény van, vagy garázdaság, ahol kiderül, hogy az elkövető ilyen szernek a hatás alatt követte el a bűncselekményt, vagy a szabálysértést. És a hetedik okon pedig nem csak ezzel a droggal, hanem úgy általában a drogkérdéssel kapcsolatos és súlyos mulasztása Magyarországnak, 2020 óta nincs nemzeti drogellenes stratégiája Magyarországnak. Szóval ez 7, azt hiszem elég nyomósok, hogy miért kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Én inkább meg is változtatnám ezt a kérdést, miért nem foglalkozunk vele, miért nem került fel egyelőre Magyarország politikai térképére, politikai radarjára ez a súlyos probléma, és nem véletlenül állunk itt a belügyminisztérium előtt. A másik reformkor szerint nem az a megoldás, hogy kriminalizáljuk a szerhasználókat, hiszen ezek a fiatalok, főképpen ugye vidéken, de most már egyre gyakrabban Budapesten is találkozhatnak ezzel a problémával a budapesti lakosok, ezek a fiatalok a saját életük kilátástalansága elől menekülnek a herbál poklába. Sokszor pedig ugye a terjesztői hálózat és a szerhasználók közös metszeteket alkotnak, tehát nem az ő kriminalizálásuk jelentheti a megoldást, hanem talán elsősorban azt kellene megtudni, hogy honnan és miként kerül Magyarország ez a szer. És ilyen szempontból a herbál elleni küzdelem egy nemzetközi küzdelem, talán azt is mondhatnám, hogy európai szintű, de mindenképpen regionális szintű küzdelem kellene, hogy legyen. És azért állunk itt a belügyminisztérium előtt, mert két oka lehet annak, hogy Magyarországon a belügyminisztérium és úgy általában a kormány nem foglalkozik kellő súllyal ezzel a kérdéssel. Az első lehetőség az, hogy a belügyminisztérium, illetve a belügyminiszter úr nem ismeri a problémát. Az ő jelentéseiben nem szerepel ezzel kapcsolatos adat, vagy olyan figyelemfelhívó információk, mint amiket most próbáltam nagyon röviden összefoglalni. Ebben az esetben
nagyon egyszerű javaslatunk van. Szeretnénk meghívni Pintér Sándort, egy országjáró körútra, belügyminiszter urat, hogyha az oktatással és az egészségügyel kapcsolatos teendői mellett jut ideje a rendvédelemre is, vagy a kábítószer elleni küzdelemre is, akkor nagyon szívesen látjuk őt, szívesen elvisszük őt bizonyos településekre Magyarországon, amelyek hírhetten veszélyeztetettek ebben a tekintetben, vagy bemutatjuk őt, vagy a stábját olyan családoknak, érintetteknek, akiknek az életét pokollá tette a Herbál. A másik lehetőség, és azt hiszem, hogy ez a valószínűbb, hogy Pintér Sándor nagyon jól tudja, a belügyminiszter úr nagyon jól tudja, hogy ez egy mennyire súlyos probléma, és már nem tud vele mit kezdeni. És hogy ezzel kapcsolatban mi a javaslatunk, ezzel kapcsolatban mellettem álló barátomnak, Fricu Norbertnek, a délalföldi regionális igazgatónknak és a Herbál prevenciós munkacsoport tagjának szeretném átadni a szót, aki ismerteti ezzel kapcsolatban az elképzeléseinket. Mi javaslatunk az, amit kidolgoztunk, többrétű, mivel a probléma is többrétű. Azt gondoljuk, hogy elsősorban fokozni kellene a rendőri jelenlétet az érintett körzetekben. Tudjuk, hogy melyek ezek a területek, ahol ez hatalmas problémát jelent. Illetve javasoljuk felállítani egy kifejezetten ezzel foglalkozó nyomozócsoportot is, akik célzottan, kifejezetten a Herbálra és nyilván ezzel együtt a droghelyzet megoldására törekednének. A kiberbűnözés is működik, nagyon-nagyon nagy hatásfokkal. Egy pár kattintással az interneten hozzáférhető a Herbál, ezt is le lehetne követni nem is titkos szolgálati eszközökkel. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos az edukáció, a fiataloknak a nevelése, a már szerhasználókét, ami nyilván sokkal nehezebb, illetve a még szerrel nem találkozókét, a megelőzés. Ez lenne nagyon fontos szakemberekkel, szakemberek bevonásával, az iskolákban, sőt, akár az iskola alsó tagozatában elkezdeni ennek a preventív taglalását. Ez egy nagyon-nagyon összetett probléma, ahogy elnök úr említette is, a kriminális része is, a közbiztonságot érintő, a későbbi munkaerőpiacot érintő, egy Herbál használó nem lesz hasznos tagja a társadalomnak, nem fog dolgozni, mert minden perce azzal fog telni, hogy ő a drogra, a Herbálra való anyag, vagy az anyagra való pénzt megszerezze, ezt akár bűnözéssel is. Egy kerekasztal beszélgetést tervezünk november hónap folyamán szakértőkkel, addiktológiai szakértőkkel, pszichológusokkal, nevelőtanárokkal és a Herbál prevenciós munkacsoport tagjaival, amire nagy szeretettel meghívjuk a belügyminisztérium képviselőit is. Ennyit szerettünk volna mondani, a 2RK továbbra is elkötelezett a Herbál elleni küzdelemben. Novemberben össze fogjuk hívni a Norbert által elmondott kerekasztalt, és ahogy azt ő is most elmondta, én is megismétlem, várjuk oda akár magát miniszterurat, akár a belügyminisztérium képviselőit is.